Csatlakozott az őslakosok Szent Anna tavizarándoklatához Kanadában Ferenc pápa. A kanadai tavat évszázadok óta szent helyként tisztelik az őslakosok, és gyógyító erőt tulajdonítanak neki. A kerekesszékben érkező katolikus egyházfő a kolonizáció okozta sebek begyógyításáért imádkozott, majd megáldotta a helyszínen jelenlévő tömeget. Ferenc pápa a hatnapos kanadai látogatása során a katolikus egyház korábbi helyi tevékenységéért vezekel. Az iskolákban az egyház hosszú ideig erőszakkal asszimilálta az őslakos gyerekeket a keresztény társadalomba. Ferenc pápa korábban az Edmontoni stadionban is megjelent. A tömeg hatalmas szeretettel fogadta az egyházfőt, aki hétfőn nyilvánosan kért bocsánatot az őslakos bentlakásos iskolák túlélőitől, az iskolarendszer fenntartását pedig katasztrofális hibának nevezte. Az egyház főkedden elhagyta Alberta tartományt, és Quebecben folytatja kanadai útját.